Most a magyar kormányon volt a sor. A vonakodó Prágát csak erélyes lépéssel lehetett rábírni, hogy tárgyalásba bocsátkozzék. És ekkor, október 9-én jött Komárom. Újjongó örömmel és magyar zászlódísszel fogadta a város a tárgyalásokra Komáromba érkező Kánya Kálmán és Teleki Pál gróf minisztereket. A csehszlovák államot Tiszó doktor szlovák miniszterelnök képviselte. Első kívánságunkat, két határpont átadását Prága nyomban teljesítette, és honvédeink virágeső és a lakóság örömkönnyei között vonultak Ipolyságra és a Sátoraljaújhelyi kisállomásra.